én voltam az, aki jártam a falut, hogy kinek szép a kertje, hogy nevezzem be a versenyre, és ők nem akartak benevezni, és mondtam, hogy már pedig be fognak nevezni, mert mindig olyan gyönyörű a kertjük, hogy ezt nem lehet kihagyni. Marcini Jenőné a Helyi Kulturális Egyesület és a Rezedák Dalkör vezetője, a Mikocsi Sport a szomszédja mesélte el a bajcsai, Vöröshegyi úton lévő kert benevezését a versenybe. Mikocsics György és felesége, Mikocsicsné Murai Anikó mindketten aktívan dolgoznak. Munka után foglalkoznak hatalmas veteményesükkel. Már tavaly is szép sikereket értek el a megmérettetésen. Az első helyet elértük itt Kanizsán is, és Budapesten is országos versenyt elértük a első helyzetet. Ez adott egy lökést arra, hogy az idén is benevezzenek? Így van, adott. Feleségemnek jobban. Én nem akartam, de feleségem rászerett, hogy mégis nevezünk idén is. A zsűritagok munkáját diákok segítik, akik a közösségi szolgálat keretében végzik ezt a tevékenységet. A program koordinátora, dr. Szabados Gyula csak pozitív szavakkal tudott szólni az idei verseny kanizsai kertjeiről. Az elmúlt évekhez képest sokkal több és sokkal szebb kerteket találtunk, hiszen a tavalyi évhez képest körülbelül 20-25 új jelentkezőnk is van a valamennyi kategóriában, ugye ebben van a zöldséges, normál kertek, zárt kertiek, és örvendetes tényleg, hogy az elmúlt 3 évnek a kedvező eredményei, tapasztalatai, média visszhangja révén egyre több kanizsai úgy gondolja, hogy érdemes megmutatni a saját munkáját. Dr. Szabados Gyula hozzátette azt is, a pozitívumok ellenére az idei statisztika is azt mutatja, hogy városunkban túlnyomó részt a nyugdíjas korosztály foglalkozik kertműveléssel.